Próba felvétel, hogy valóban felvétel történik-e. Most valamiért lőttem, pedig nem is nyomtam gombot. De hallottam, hogy kattintottál. Az érdekes, mert én nem nyomtam gombot. Jó. Csapó 1. A lényeg az az, hogy azért ezt a szart választottam, ezt a tankot, mert nagyjából átlagos az átütő ereje, tier 8-as normáknak megfelelően, illetve láthatjátok, hogy laggolok, mint a szar, mert úgy szép az élet. Nos, amit szeretnénk demonstrálni itt mi négyen, mint már mondtam, úgyhogy nem mondom el még egyszer. Na, vegyünk egy átlagot, mondjuk egy tier 8-as, Tigris 2-t. Szia, Schulz! Tehát a lényeg az az, ugye itt áll szembe velünk egy Tigris 2-es. A noobok hol lövik, itt általában nem megy át, nekem sikerült átlőni. Úgyhogy megvárjátok szépen, amíg reloadolok, és átlőjük ott, ahol elvileg nem kéne, hogy át tudjuk lőni, ami körülbelül itt van. De úgy láttam, hogy valamiért nekem minden egyes átmegy a Schulzon. Megkérném a Schulzot, vagy inkább nem is kérem meg a Schulzot, hadd maradjon passzív. Egy kicsit más szögből fogok rálőni, szinte ugyanoda. Csak hogy lássátok, hogy az angling, tehát a szögben való beállás, az hogy is néz ki. Hoppá, ez lepattant, mindenki örül. Senki nem örül, bazd meg, halljátok egyáltalán, amit mondtak? Tehát ezek mind lepattannak, mert Schulz nagyon ügyes volt, és nagyon jó szögben állt be. Ami hazugság, mert igazából én mentem olyan szögben, ahol tudom, hogy le fog pattanni a Schulzról. Egyébként ne a kibaszott cseten aktívkodjatok, hanem konkrétan a hangotokkal. Nem. Csapó 2! Pofádat befogott! De ezen alkalommal egy másik tankkal jeleskedem majd. Az előző úgy tűnt, hogy túl magas a penetrationje, tehát 2.19-es penetrationnel nem tudtuk jól demonstrálni azt, hogy nem lehet, illetve hogy lehet átlőni a tier 8-as heavy tankokat. Köszönöm szépen a demonstrációt, hogy kell menet közben ellőni a vakert. Sziasztok, ez itt a Trubadur Láda, avagy Dawson és a haverok külön kiadás. David vagyok, illetve itt van három nagyon jó barátom, név szerint Vaker az IS-3-ban, T-34-ben Atesz, illetve a Tigris 2-ben Schulzi, vagy Schulz. A helyzet, az az, hogy én szándékosan a Super Pershinggel indulok csatába ellenük, ami nem is igazából egy csata, hanem csak egy gyakorló menet, azért, mert messze kisebb az átütő ereje ennek az ágyúnak, mint az összes többinek. Ugyan ők nem fognak rám lőni, tehát ennek igazából most nincs jelentősége. Annyiban van jelentősége, hogy úgymond egy kisebb tűzerejű tankkal is képes vagy nagyobb tankokat, vagy erősebb tankokat sebezni, megölni, stb. Itt alapvetően a videó lényege az lenne, hogy demonstráljuk azt, hogy az effektív páncélzata a tankoknak milyen esetekben kiaknázható, kihasználható. Ebben imáron harmadszor, ugyanis ez a harmadik felvétel, Schulzot fogjuk először igénybe venni, mert Schulzot szeretjük. Hello. Schulzi köszönt, mindenki hallotta, mindenki szereti, a tömeg örjön. Először is, amit szeretnék elmondani, ugye Schulzi esetében, vagyis ugye, hát inkább azt mondom, a Tigris 2 esetében, hogyha pánikrohamot kapunk, és egy Tigris 2 jön velünk szemben, és mi egy kisebb tank vagyunk, akkor általában összetoljuk a nadrágunkat, és rálövünk teljesen random, és lepattan, és a Tigris 2 szanaszét aláz minket, és meghalunk, és sírunk. Nos, ilyen esetben alapvetően, amit ajánlani tudok, hogyha van annyira botor ez a Tigris 2, mint amennyire most Schulzi ebben a helyzetben van szándékosan, akkor a weak spotokra érdemes lőni. Weak spotok, például ez a géppuska fészek, ha eltaláltuk, sebeztük. A következő weak spot, amit nagy valószínűséggel azért ilyen átütő erő mellett nem fogok átlőni, de megpróbálom. Igen, az az alja a tanknak, ehhez azért már egy kicsit nagyobb ütőerő kell, mint amit ez az ágyú képes nyújtani, de azért megpróbáljuk még egyszer.
nem, ez nem fog menni ilyen szinten. Tehát, akkor maradjunk a géppuskafészeknél teljes mértékben szemből, illetve a kupola, pont ezt akartam mondani, ami ugyancsak, hogyha eltaláljuk, akkor szinte garantált sebzést eredményez. Most Schulz, megkérlek szépen, hogy állj be, igen, a commander, igen, tehát a parancsnok a tanknak ilyenkor, a nagy általánosságban, nem mindig, de ugye kiütődik. Schulz már tudja, hogy mi a dolga, mert azért most már harmadszor veszük föl. Ezt már mondtam. Tehát Schulz fölvett egy olyan alakzatot, vagy alakot, Transformers, igen, amivel még effektívebbé tudja tenni a páncélzatát. Ugye eddig sem tudtuk átlőni, de hogyha ne adj Isten, Tigris 2-ben, mint például Schulz találkozik egy olyan ellenféllel, akinek magasabb az átütő ereje, akkor ezzel a pozícióval tegyük fel, hogy mondjuk csak innentől látható a tank, mert mondjuk a Schulz egy ház mögül próbál meg ránk lőni, akkor, hogyha ezt a részét kidugja a tanknak, akkor csak ezt a részét tudjuk lőni, innen pedig szinte garantált az, hogy minden le fog pattanni. Ilyen esetben, amit tehetünk, az egyrészt az, hogy megpróbálunk további gyenge pontokat találni a tankon, amit most nem találtam meg, mert mellé lőttem és a láncot sikerült eltalálni. Hogyha ez a része kilóg, akkor még mindig ugye a kupola egy marha jó pont, amire tudunk lőni, illetve a kiálló részek, mint például a géppuska fészeknek ez a része, ami általában bejön, most nem jött be. Kár is erre többet fecsérelni szerintem a szót, baromi jól szerintem ezt tök tud demonstrálni, hogy hogy kell kihasználni mondjuk egy Tigris 2 fajta tankot. Amit még tudok javasolni, előző felvételben elhangzott, de azért itt is szeretném szóba hozni. Általánosságban akármilyen tankkal játszol, ha egy nálad magasabb szintű nehéz tankkal, vagy akármilyen tankkal, de nehezebben páncélzott tankkal találkozol, akkor oldalról bárhol át tudod lőni, illetve hátulról. Nos, következő delikvensünk a T-34-ben ülő ATESZ, de leginkább a tankja. Buhaha, buhaha, nagyon jó vicc volt. Szemből nézzük, hogy mit tud a T-34. Ugye megint pánikrohamot kapunk, megint rálövünk. Természetes, hogy a toronyra próbálunk lőni, mert agyunk annyi, mint egy, nem tudom, mint egy kitömött hintalónak. Azon belül is a legpáncélzottabb részét. Nos, amiket a T-34-en, illetve úgy alapvetően ennél a tanknál is tudok ajánlani, mint mindegyiknél, a parancsnoki kupola, amit ha eltalálunk, mint látjuk, szinte garantált sebzés, de azért ennek is a közepét érdemes célozni, ugyanis, hogyha kicsivel is az oldalát vagy a tetejét lőjük, akkor az nyilván pattogósabb. Ezen kívül a tank eleje, hát a T-34 a speciál ebben az esetben elég gyenge, szerintem igen, ez teljes mértékben átmegy, elején, a elejének a tetején vagy a hátulján ugyancsak. Tehát a T-34 ilyen esetben nem ellenfél, viszont hogyha egy T-34-gyel találkoztok, és mondjuk van olyan jó játékos, mint ATESZ, mert ATESZ azért valljuk be egy jó játékos, ugyanúgy, mint Schulz és Vaker is, tehát most senkit nem szeretnék úgymond elhalmozni mindenféle dicséretekkel, akkor általában a jobb T-34-es játékosok ezen a vonalon alul nem mutatják meg a tankjukat, kizárólag a nagyon erős tornyukat, és azért valljuk be, ez a kupola egy nagyon kicsi célpont. Ja, és amint ATESZ demonstrálja, hogyha folyamatosan mozog a tankjával, akkor, illetve a tornyával is, akkor ezt még nehezebb eltrafálni. Most jelen esetben sikerült, mert nagyon közel vagyok hozzá, de általában nem ilyen távolságból fogsz te harcolni egy T-34-jel, és nem ilyen nyugodt körülmények között. A következő demonstrációt Vakerral fogom bemutatni, aki a hírhet vagy híres IS-3-ban ül. Szemből elég pattogós tud lenni, ezzel az ágyúval elvileg tudjuk demonstrálni, hogy ez mennyire igaz, vagy mennyire nem. Na most egy tipikusan olyan ponton lőttem, ahova megint csak pánikból lő az ember. Általában ezekre a pontokra érdemes nem lőni, ezt jól megmondtam. Amire inkább... Igen, átlőttelek, de ez valószínűleg erengé, tehát maximálisan mázli volt. Illetve a távolságot is betudom ennek az erengés hülyeségnek. Na most szemből se az alját, se az elejét elvileg
éles helyzetben nem fogod tudni átlőni, ha csak nincs akkora mázlin, mint nekem. Ugye most ezt baromi jól demonstrálta az utóbbi három lövés. Ilyen esetben nem nagyon tudunk mit csinálni, azon kívül, hogy megpróbálunk ugye az oldalába kerülni. Hogyha van egy amatőrebb IS-3-as játékos, akkor Vaker nagyon jól demonstrálja, valószínűleg be fogja forgatni a tankját, ugyanis minden másik tanknál ugye ez a taktika működik, kivéve IS-3. Ezt onnan fogjuk tudni látni, hogy ez a rész, ugye most már ugyan matematikából mindig is hülye voltam, ezt minden videóban elmondom, amikor szóba jön, ebben az esetben is ez a szög közelebb áll a 90 fokos belsési szöghöz, mint az összes többi, úgyhogy rálövök, átmegy. Most próbáljuk meg még egyszer, csak hogy a demonstráció teljes legyen. Kicsit máshol, ugyanúgy átmegy. Tehát a kiálló 90 fokhoz legközelebbi részt lőttük. Amit még érdemes tudni, bocs, egy picit megint ugyanabba a pozícióba visszaállok. Azt hiszem, hogyha itt lőjük meg az IS-3-at, akkor az a Space Armor, tehát üreges páncél. Szóval ezt hiába lövitek. Úgy fog tűnni, mintha átment volna, de baromira nem sebez semmit, mert ott igazából nincs semmi. Úgyhogy ezek a dolgok azok, amik most így külön így az IS-3-ra kitérve ugye szembe jutottak. Ja, illetve az, hogy mint látjuk, az IS-3-nak nincsen nagyon kiálló parancsnoki kupolája. Ezt meg lehet próbálni, de ez is le fog pattogni. Úgyhogy mindenképpen azt javasolnám, hogy próbáljátok meg kiküszöbölni azt, hogy teljesen szembeálljon veletek, és próbáljátok meg oldalról az elejét lőni. Előtted a driveremet? Sajnálom. Nos, nagyon remélem, hogy ez egy hasznos demonstráció volt. Remélem, hogy mindenki tanult belőle valamennyit, hogyha úgy gondoljátok, hogy több magyarázatra szoruló dolog van, akkor légy szíves, jelezzétek a kommentekben, nyugodtan lájkoljátok a Facebookos oldalamat, amit most láthatok kiírva a képernyőre. Igen, tehát lájkoljátok, hételjétek. Közben el vagyok foglalva azzal, hogy Ateszt megöljem már, hogyha nem vigyázok őt kinyírni engem. És akkorát laggoltam, mint a ház. Jaj, ne, meg fogok halni! Jó van, szóval mindent elmondtam, amit szerintem szerettem volna, sziasztok!